Biztonságosá vált a Felső-Tisza vidéke, elkészült a Tiszakúróttól Magosligetig tartó árvízvédelmi fejlesztés. Aranyszabja emlékhelyet avattak, az ősök előtti tisztelgés mellett a nemzeti összetartozást is erősíti a geszterédi emlékhely. Védőnők napja, a felújított Kálai házban köszöntötték a Nyíregyházán tevékenykedő védőnőket. Mintegy 14 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósult meg a Tiszakóróttól Magosligetig tartó töltésfejlesztés a Felső-Tisza vidékén. Ez a Kölcsei Televízió iradója. Köszöntöm Önöket! A több mint 22 kilométeres szakaszon nagyjából másfél méterrel lettek magasabbak a töltések, melyek teljes egészében kerékpározhatóvá is váltak. Ezek a felvételek még 2018-ban készültek Tiszacsécsén. Jól látszik, hogy a gát magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, hogy a munkálatok befejeződtek, már Tiszakórónál is aszfalt burkolatot kapott a töltés teteje, és a vízben resztő zsilip is elkészült. Ez a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszer, ez a Túr-tól Kalatától Magosligetig tart, közel 22 kilométer hosszú. A Tisza 16,1 km és a Batár a többi. Ez a Tiszának a legfelső szakasza, magyar területre itt érkezik, Tiszabecsnél, és itt a leghevesebb vízjárású is. Többször megmutatta magát a Tisza, 50 évvel ezelőtt. Emlékeznek sokan, főleg akik ezt megélték. Én a 2001-esre és a 98-as árvízre leginkább, és akkor mutatta meg, hogy milyen gyorsan tud áradni, és bizony alig van idő a felkészülésre, a védekezésre. A gátak tiszakóródi szakaszánál megközelítőleg másfél méterrel emelték meg a töltéseket, azonban nem csak magasították, hanem ki is szélesítették azokat. A mértékadó árvízszint ugyanis közel 2 métert emelkedett az elmúlt években. A kiépített töltés szakasz, a Tisza 16 km és a Batár, jó, kicsit több mint 6 km-es szakasza, már ez szerint az új számítás szerint lett méretezve és kiépítve, 4 méteres koronaszélességgel, 1-3-as vagy 1-2-es rézsűvel, ez azt jelenti, hogy elég stabil, és a 2001-es árvízszintnél közel 2 méterre magasabb árvizet is képes kivédeni, tehát a koronaszintje kb. Ott van, az 736 plusz 2 méter környékén, tehát ez elég biztonságos. Ebben a töltésszakaszban zsilipek is vannak, azokat át kellett építeni, a Batáron is, itt a Tiszán is, itt járunk a Tiszakóródi zsilipnél, ez a legnagyobb zsilip, itt ezen a szakaszon ez is benne volt a projektben. Az osztályvezető hozzátette, 2 új gátőrház is épült a szakaszon. A töltés teljes hosszában aszfalt burkolatot kapott, ami a kerékpáros elérhetőség és a turizmus fejlesztése szempontjából is jelentős lépés, valamint a védekezéskor is megkönnyíti a szakemberek munkáját. Ez a védvonal így a korábban tapasztalt legmagasabb árvizeknél nagyobb árhullámoknak is ellen tud majd állni. A Kárpát-medence máig egyik legjelentősebb leletegyüttesének állítottak emlékművet Geszteréden. Az aranyszabja megtalálásának 90 éves évfordulója alkalmából leleplezték és felszentelték a honfoglaló fejedelem síremlékét. A megyei önkormányzat és a Geszterédi Aranyszabja Társaság közös munkája folytatódik. A tervek szerint novemberre elkészül a homokpusztában talált aranyszabja másolata. Geszterédi Néptánc csoport nyitotta meg az Aranyszabja emlékhely felavató ünnepségét szombaton a Nyíritakban. 1927. május 4-én Balázs János Bojtel gyerek legeltett, és közben ezen a helyen bukkant rá egy gazdag honfoglaláskori sír leleteire. Disznók túrták ki a földből, később Kis Lajos régész a sírban 107 darab leletet talált. Köztük az aranyveretekkel díszített szabját és annak hüvelyét, amely alapján ma már tudjuk, az Árpádház egyik fejedelmét temették el a geszterédi homokpusztában. Ez máig a Kárpát-medence egyik legjelentősebb honfoglaláskori leletegyüttesének számít. Amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan is állítsunk itt emléket, akkor nem csak ennek az egy
ide eltemetett fejedelemnek akartunk emléket állítani, hanem ennek a kornak, annak a honfoglaláskori vezéri fejedelmeknek is, akiket ugye ünneplünk, és akiknek köszönhetjük ezt a Kárpát-medencét. És innen jött az ötlet, hogy e köré a fejedelem síremlék köré faragtassuk meg a hét vezér teljes alakos szobrát. Így áll most itt ez a gyönyörű faragás, amelyet Kótér László, egy erdélyi fafaragó művész álmodta meg és faragta meg számunkra. Az életnagyságnál nagyobb méretű szobrok tölgyfából készültek. A hét vezér köré a hét ős magyar törzs tiszteletére az Aranyszabja Társaság hét tölgyfát is ültetett. Ilyen formán tiszteletet adunk az őseinknek, akik a nyírségi homokdombot meglátva letelepedtek itt, és ezt hazaként választották. Köszönet nekik és tisztelet. A tisztelet jár nekik, mert egy olyan szép országot alkottak a későbbi nemzedéknek, ahol a családok milliói létezhettek és boldog életet élhettek. Vezérem, egy külcsú! Szél 800 méter! A zászlónk becsületéért! Az ünnepségen elhangzott az évtizedek során, ahogy fejlődött a világ, számos lelki eredetű betegség jelent meg. A 20. század pszichés problémáinak kialakulását a WHO több tényezőre is vissza tudta vezetni, mondta Nagy Berccel a köztársasági elnöki hivatal igazgatója. Három olyan okot tártak fel, amit önök is bármikor fel tudnának tárni, de azért érdemes erre visszatekintenünk. Az egyének elmagányosodása, a tömegtársadalmakban, a családoknak a széthullása és a hagyományainkkal való szakítás. Ez az, ami a legtöbb gondot okozza a modern ember számára. Az igazgató hozzátette, egy ilyen ünnepség, mint a geszterédi emlékhelyavatás a lelki egészséget is szolgálja. Az Aranyszabja Társaság tagjai, akik létrehozták az emlékhelyet, megtörik a magánt és erősítik a nemzeti összetartozást. A geszterédi Aranyszabja most is teszi a dolgát. Több mint 1000 év távlatából cselekvésre készített embereket, közösségeket összefogta, a geszterédieket, mások messzebb lévőket is, ahogy megtudtuk, mindenki felajánlásként, ingyen munkával készítette ezt az emlékművet, ezt az emlékhelyet, és egy igazi összefogás eredménye, hogy most itt együtt ünnepelhettünk, együtt emlékezhetünk az őseinkre, és hát újabb munkára ösztönizi ezt, gondolom, a közösséget, a geszterédieket, a megyebelieket. Sesták Oszkár hozzátette, a megyei közgyűlés is támogatja ezt a kezdeményezést és folyamatot. Az összefogás következő állomása a tervek szerint novemberben lesz, amikor elkészítik az Aranyszabja másolatának rekonstrukcióját. A Védőnők napja alkalmából köszöntötték a Nyíregyházán tevékenykedő védőnőket hétfő délelőtt a Kálai házban. A város polgármestere úgy fogalmazott, a szakmában dolgozók munkája a járványhelyzetben még inkább felértékelődött. Kovács Ferenc délután azokat az alapellátásban dolgozó orvosokat, szakdolgozókat is elismerésben részesítette, akik elhivatottan és magas szakmai felkészültséggel dolgoznak a megyeszékhely lakosságának egészségéért. Magyarországon 1915. június 13-án jött létre az Országos Stefánia Szövetség, amely a csecsemő halandóság csökkentését és a születésszám növelését tűzte ki célul. Ez a rendszer a II. Világháborút követően alakult át védőnői szolgálattá, amely máig állami keretek között működik. A járványhelyzet miatt ezúttal bő két hónap csúszással ismerték el a szakmában dolgozók munkáját Nyíregyházán, a nemrégiben felújított Kállai házban. A Védőnők napja, amikor volt, akkor nem tudtuk megtartani, mert akkor még ugye az a helyzet volt, most sikerült és nem szabad, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy erről ne feledkezzünk meg, méltassuk a munkájukat, méltassuk azt, hogy mindennapokban ott vannak, és nem szabad elfelejteni azt, hogy a következő időszakban is rájuk ugyanolyan fontos feladat hárul, közvetlenül ők az alapellátás rendszerében közvetlenül találkoznak a lakossággal, és mint ilyen, hogy az ő munkájuk tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon nagy odafigyelést igényel, nagyon oda kell figyelni, mind szakmailag, mind emberileg, hogy a mindennapokban mit tevékenykednek. A megjelenteket Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte, aki azt emelte ki, a hazai védőnői szolgálat egyedülállónak számít Európában.
Kovács Ferenc hozzátette, a megyeszékhelyen több helyen, így például az Ungvár sétányon és a Csillag utcán is megújult környezetben dolgozhatnak a védőnők, aminek a jelenlegi helyzetben még nagyobb jelentősége van. Mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos. Remélhetőleg a jövőben ez a munka még több lesz, mert hogy több gyerek születik majd. És hát ebben az évben, amikor ez a járvány kísér bennünket, azt gondolom még inkább felértékelődik az a munka, amit ők végeznek, és ezért most ide a Kállai Kúriába hoztuk ezt az ünnepséget, amikor megköszönjük az ő munkájukat, és talán biztatást is adunk, hogy mennyire értékeli egész Nyíregyháza, és mennyire fontos az ő munkájuk. Ezt is fontos elmondani, mert a pozitív visszajelzések ritkábbak, mint a negatívak, és hát erre mindenkinek nagy szüksége van. Védőnői munkát 1989 óta csak védőnői szakon szerzett oklevéllel rendelkező személy végezhet. Szakmai tevékenységét elsősorban önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Nyíregyházán területi és iskolai szinten jelenleg összesen 63 védőnő tevékenykedik. Mintegy 30 cukorbeteg fiatal táborozhatott egy hétig a Nyír Diabet Egyesület jóvoltából. Az egyes típusú diabétesz minden előjel nélkül bármilyen korban kialakulhat. Kisgyermekeknél ugyanakkor különösen nagy jelentősége van a betegség mielőbbi felismerésének. Vonattal érkeztek seregélyesre ezek a fiatalok. A közös bennük, hogy mind egyes típusú cukorbetegségben szenvednek. A Velencei tóhoz közeli táborosztatásukról évek óta 2008-ban alakult Nyír Diabet Egyesület gondoskodik, amely szinte minden a megyében élő 18 év alatti érintettel kapcsolatban áll. A kamaszok serdülők számára szervezett egyhetes ottalvós tábor célja a fiatalok oktatása és szórakoztatása mellett a közösségszervezés, és az, hogy a korukkal járó kirekesztettségérzésük csökkenjen, mondta el a tábor főszervezője 35 perc című műsorunkban. Egyre több a cukorbeteg Magyarországon, de azért mégis nagyon sok cukorbeteg gyerek van, aki egyedül érzi magát ezzel, hiszen osztálytársa nincsen, aki szintén ilyen, mert iskolában sincsen társa, aki hasonló cipőben járna, mint ő, és itt látja azt, hogy nincs egyedül ezzel a problémával, nem csak neki kell folyamatosan szénhidrátot számolnia, nem csak neki kell állandóan kontrollat lennie, vércukrot mérnie, vagy pedig mindenféle olyan kütyüket hordani magával, amit már hál' Istennek az orvostudomány lehetőséget ad nekik, hogy minél közebb legyen a technika, és ez egy nagyon-nagyon fontos érzés számukra, hogy nincsenek egyedül, és barátságok alakulnak ki, amelyek megmaradnak a hétköznapokon is. A mintegy 30 fiatal mellett önkéntesek is jelen voltak a nemrég véget ért táborban, akik a remények szerint segítik majd a betegség elfogadottságát minél szélesebb körben. Sokan nem tudják, hogy az egyes típusú cukorbetegség nem megelőzhető, mondhatni derültékből villámcsapásként alakul ki, nem a szülők felelőssége. Egyre több óvodáskorú 4-6 éves érintett, tüneteik pedig, hogy noha sokat tesznek, isznak, mégis fogynak, miközben gyakran járnak pisilni, éjszaka pedig bepisilhetnek. Ezek a tünetek ráadásul ilyenkorban nem mindig feltűnőek, ezért fontos a korai diagnózis. Ha nincs időben felismerve, akkor ők az intenzív osztályon kezdenek. Minél súlyosabb állapotban vannak, annál nehezebb velük megtalálni a hangot, elfogadtatni a kezelést és azokat a szabályokat, amik ezzel a cukorbetegséggel járnak, de ez még a mai napig is egy életveszélyes állapotot eredményező betegség. Most a járvány ideje alatt, a Covid járvány ideje alatt úgy voltak az orvosi cikkek, hogy úgymond járulékos veszteség, hogy sajnos a nem könnyen elérhető egészségügyi ellátás folyamán nagyon súlyos állapotban kerültek be a gyerekek. Ez hál' Istennek nálunk Magyarországon nem volt annyira igaz, legalábbis még az idei statisztika még nincsen meg, de bizony alattomosak ezek a tünetek, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. A szervezőktől kapott felvételeken is jól látszik, milyen jó hangulat uralkodott a táborban, amelyben nagy szerepet kapott a mozgás és a sport. A szervezőknek a diabéteszes fiatalok táplálkozására is oda kellett figyelniük, akik egyénre szabott étrend alapján kaptak ellátást. 32. alkalommal nyitotta meg kapuit a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja. A 8 napon át tartó esemény változatos stílusú, magas művészi értékű fesztivál kínálattal várja az érdeklődőket. Nem csak a legnagyobb hazai színházak, határon túli teátrumok is bemutatkoznak a város kulturális épületeibe.
Már pénteken láthattak előadásokat a nézők a Magyar Színházak 32. Kisvárdai Fesztiváljának keretein belül, a hivatalos megnyitót azonban szombat este tartották. Azt gondolom, hogy az elmúlt években folyamatos fejlődésnek lettünk tanúi. Az első években csak ilyen barátkozások, próbálkozások, útkereséseket láthattak itt a kisvárdai nézők, de 15 évvel ezelőtt megkezdődött a szakmai program, a versenyprogram, és azóta minden évben az évad legjobb, legjelentősebb előadásait válogatjuk ki a Határon túlról, és aki ellátogat Kisvárdára, az egy ilyen keresztmetszetét kaphat a Határon túli színjátszás idejé évadjából. A koronavírus miatt idén 3 meghívott társulat nem tudott megjelenni a fesztiválon, mert nem tudták a szükséges teszteket elvégezni. A szervezők szerint viszont így is nagyon változatos produkciókat láthat majd a közönség. A közönség az ezer arcú Cézár, mindnyájukra gondolni kell akkor, amikor válogat az ember, és persze gondolni kell arra is, hogy akik ide jönnek, azok versenybe szállnak, és mert hogy versenybe szállnak, ezért nyerni szeretnének. Következésképpen, hogyha egy fesztivál izgalmas, akkor csupa nyerő esélyes darabbal találkozik. Az idei most ilyen. Abban a kegyelmi helyzetben voltam most, hogy az elszakított nemzetrészek mindegyik fertájáról sikerült méltó előadást választanom. Ilyen például a Botos Bálint rendezésében színpadra állított Lila Akác. A Szépernő kisregényéből készült darab mélyebben, de kellő humorral fűszerezve mutatja be, mi minden játszódik le az ember lelkében. Én azt gondolom a Szépernőről, hogy egy olyan szerző, aki azért nagyon sok tartalmat tudott belesűríteni a darabjaiba. Tehát egyszerre szórakoztatóak, fájdalmasak, elgondolkodtatóak tudnak lenni, könnyedek és valahol mégis súlyosak. Tehát hogy én azért azt remélem, hogy lesz annyi érzelem, amitől tulajdonképpen legjobb esetben a néző azt érzi, hogy nem vesztett az életéből időt azzal, hogy eljött a színházba, hanem tegyük fel, még nyert is egy kicsi időt az életének. A kulturális programsorozat már hagyomány Kisvárdán. Célja többek között a magyar nyelv ápolása és a nemzeti összetartozás erősítése a határon túli magyarokkal. Én hiszem azt, hogy eljönnek, ahogy tudnak, most nyilván tudjuk, hogy a vírus miatt nagyon nehéz utazni. Régen jöttek mindig a környező határon túli magyar településekről. Bízom benne, hogy most is, ahol lehet jönni, jönni fognak. A megnyitón bemutatták a magyar művészek összetartozását jelképező videóklippet is. A Jöjj kedvesem című dalra készült karanténfelvétel összeállítást a Péntek esti Weekend című műsorunkban láthatják majd. Huszonnegyedik alkalommal rendeztek falunapot és családi délutánt szombaton Kálósemjénben. A program a szokásos görögkatolikus szentmisével kezdődött a kastélykertben lévő kápolna előtt, amelyet Kálósemjén nagyközség önkormányzatának hivatalos, közösségi oldala élőben is közvetített. Délután a Kálai Kúria parkjában a gyerekek vehették birtokba, többek között az ugrálóvárat és a különleges játékokkal kitelepült kezes-lábas játszóházat. Önkormányzat ünnepség keretein belül kitüntető címeket adományoztunk, megemlékeztünk a 30 éves önkormányzatiságunkról, illetőleg a település életében ilyenkor egy évet lezárunk, tehát ez egy mindenképpen egy fontos ünnep számunkra, így a következő év pedig mindenképpen az lesz. Mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy egy nagyobb évű rendezvény csomaggal tudjunk a nagyközönség elé állni a helybeliek felé, és bízunk benne, hogy akkor is majd jó páran el fognak hozzánk jönni. Elszenvedte első vereségét az új idényben a Nyíregyháza Spartacus. Gálhidi György együttese az MB2 ötödik fordulójában a Deac otthonában kapott ki 1-0-ra. A másodosztály tabelláját jobb gólkülönbségével a 12 pontos Ajka vezeti, a 10 pontos Nyíregyháza a negyedik helyen áll. A Spari legközelebb szerdán lép pályára a Győri Eto otthonában. A két megyebeli MB3-as csapatnak sem alakult jól a hétvége. A Kisvárda 2 hazai pályán 3-1-re kapott ki a DVSC 2 ellen. A Sényő pedig Egerben szenvedett 1-0-ás vereséget. Most pedig zárásként érkezenek kiemelt híreink újra röviden.
Mintegy 14 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósult meg a Tiszakóródtól Magos-ligetig tartó töltésfejlesztés a felső Tisza vidékén. A több mint 22 kilométeres szakaszon mintegy másfél méterrel lettek magasabbak a töltések, így a védvonal a korábban tapasztalt legmagasabb árvizeknél nagyobb árhullámoknak is ellen tud majd állni. A töltések teljes egészében kerékpározhatóvá is váltak. A Kárpát-medence máig egyik legjelentősebb leletegyüttesének állítottak emlékművet Geszteréden. Az aranyszabját 1927-ben disznók túrták ki a földből, ez volt az egyik legfontosabb a sírhelyen talált 107 lelet közül. Emellett csatokat, aranytárgyakat, lószerszámokat és övvereteket is feltártak. Ennek helyén ma a hétvezértölgy faszobra áll. A védőnők napja alkalmából köszöntötték a Nyíregyházán tevékenykedő védőnőket hétfő délelőtt a Kálai házban. A város polgármestere úgy fogalmazott, a szakmában dolgozók munkája a járványhelyzetben még inkább felértékelődött. Kovács Ferenc délután azokat az alapellátásban dolgozó orvosokat, szakdolgozókat is elismerésben részesítette, akik elhivatottan és magas szakmai felkészültséggel dolgoznak a megyeszékhely lakosságának egészségéért. Augusztus 24-én hétfőn a Kölcsey Televízió híradóját látták, amelyen legközelebb kedden este várjuk majd Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra a most megtekintett tudósításokért. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Fronthatás nem várható. Kedd reggelig felhős idő valószínű, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 18 fok között alakul. Napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól csökken a felhőzet. Eső, zápor, egyaránt helyenként zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megélénkül. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Kedden ismét több helyen eshet, majd a folytatásban felhős és napos időszakok váltogatják egymást, komolyabb csapadék nélkül. Meleg nyári időnk lesz, a hőmérséklet többfelé megközelíti a 30 fokot. A hét végén egy újabb hidegfront éri el hazánkat, ami csak lassan vonul át felettünk. A front átvonulása után hűvös idővel kezdődik a szeptember.